állja a nők kettős, mármint a családi és a munkahelyi szerepvállalását, tulajdonképpen a családi helytállás mellett az elért hosszú munkaviszonyt. Nem nehéz felismerni, hogy ezen túl, mint egy másodlagos célként a kedvezményes nyugdíjazási lehetőség elősegítheti az érintett nők további családi szerepvállalását, ahogy erről már többen is beszéltek. Amivel persze javulhat a fiatalabb gyermekes anyák elhelyezkedésének a feltétele is. Nagyon fontosnak tartom, hogy a javaslat nem a szolgálati időből indul ki, hanem az úgynevezett jogosultsági időből. Nagyon helyesen, legalább 32 év munkavégzéssel eltelt időhöz köti a 40 évnyi munkaviszony elismerését, amihez a gyermekek számától függetlenül legfeljebb 8 év gyermekneveléssel töltött idő párosulhat. Az elmúlt hetekben engem is többen hívtak telefonon, és kerestek meg személyesen a választókerületemben, akiket arról kellett megnyugtatni, hogy a nyugdíj megállapítás szabályait ez, a most elén kerülő módosítás nem fogja hátrányosan megváltoztatni. A többséget érintő kérdés, hogy az ipari tanulóéveket, valamint a felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok idejét és a munkanélküli ellátás időtartamát ebben a nyugdíjba vonulási formában is figyelembe veszik. Sokan örülnek majd annak is, hogy a tervezett törvénymódosítás külön rendezi a nyugdíj mellett munkát vállalók nyugdíj növelésének a szabályait, és külön lehetőségként biztosítja a rokkonsági nyugdíj megszűnését követően nyugdíjba vonulók 0,5%-os nyugdíj növelését visszamenőleges hatállyal. Természetes folyamat, hogy a ház elé most benyújtott javaslatot számos elképzelés előzte meg. Helyes, ha minden jogszabály előkészítése során többféle háttéranyag készül a döntéshozók számára, amelyek bemutatják a meglévő körülményeket és a várható változásokat és hatásokat. Több, Dombóvár környékéről hozzám intézett telefon is azt bizonyítja, hogy félreértésre, sőt, alaptalan aggodalomra adhatnak okot azok a sajtóorgánumok, akik egy-egy részletet kiragadva, felnagyítva, esetenként eltorzítva mutatták be a kormányzat tervezett elképzeléseit. De hát, mint mindig a népmesékben is, a végén majd csak kiderül az igazság, mint ahogy az előttünk fekvő előterjesztés is tisztázza a korábbi kételyeket és félinformációkat, félreinformálásokat. Végezetül abban szeretném az előterjesztőt megerősíteni, hogy a több műszakban és különösen az állattenyésztésben hosszú évekig dolgozó hölgyek, nők fokozott mértékben érezhetik a most tervezett változásokat kiemelt megbecsülésüknek. Mint aki mindkét területen a korábbiakban már dolgozott, a nevükben is szeretném megköszönni az előterjesztőnek az elképzeléseit. Tisztelt képviselőtársaim, a kormány által benyújtott TÉPER 1745 számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak és támogatandónak tartom. Köszönöm szépen a figyelmüket. Két perces lehetőségre jelentkezett Schneider Tamás képviselő úr, Jobbik, tessék parancsolni, képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országház. Csak röviden szeretnék reagálni Patai Vilmos képviselőtársamnak az egyik kijelentésére, mert azt jelezte, hogy ő helyesli, hogy mindössze 8 év nyugdíjkedvezmény jár a gyermekes családoknak, illetve az asszonyoknak. Határozottan szeretném leszögezni, hogy a Jobbik ezt nem támogatja, és ahogy már itt példákon keresztül bemutattam, igenis mi úgy gondoljuk, hogy ha valaki minél több gyermeket felnevel, akkor az
fokozatosan minél nagyobb kedvezményre legyen jogosítva. Itt a dél-dunántúli 20 gyermekes családot említettem, ahol a mi javaslatunk szerint 38 év korkedvezmény jár, nem pedig 8, és gondoljuk csak el, 20 gyermeket felnevelni becsülettel, és mind becsületes polgára, már akik felnőttek, és valószínűleg a többiek is azok lesznek az országnak, micsoda hatalmas munka, ki vállalja az? Hát nem tudom, hogy Közép-Európában is egyáltalán hány ilyen család található. Tehát úgy gondoljuk, hogy akkor lesz igazságosabb a rendszer, hogyha ezt sokkal inkább differenciáljuk a mostani javaslattal szemben. Köszönöm szépen. 2 perces hozzászólás. Cunyiné dr. Bertalan Judit képviselőasszony, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr, nagyon rövid leszek. Schneider Tamás képviselő úrnak a hozzászólására vagy hiányérzetére szeretnék akként reagálni, hogy a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának több tagja a mai napon módosító javaslatot nyújtott be a törvényjavaslathoz, amely tartalmában azt jelenti, hogy az 5. gyermek után gyermekenként 1 év kedvezmény illeti meg azt a nőt, aki munkaviszony mellett 5 vagy annál több gyermeket nevelt. Köszönöm szépen! Vissza az előre bejelentett felszólalók sorához, Nemény András képviselő úrnak adom meg a lehetőséget, MSZP, tessék parancsolni. A szót, elnök úr, tisztelt ház, utolsó hozzászólóként frakciónkból rendes hozzászólást tekintve megpróbálom összefoglalni azt, amit frakción gondol a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásáról szóló törvényjavaslatról. Most ez a törvényjavaslat a Fidesz kevés konkrét kampányigéreteinek egyikét próbálja beváltani, de hát ez nem teljesíti a hozzáfűzött reményeket. Nem teljesíti, mert igazságtalan, mert sérti az esélyegyenlőséget, mert különböztet. Különböztet férfiak és nők között, hiszen a családi szerepvállalás nem csak a nők, hanem a férfiak sajátja is, és hogyan kérdőjelezhetnénk meg azt a családi helytállást, amikor mondjuk egy egyedülálló férfi egyedül neveli, mert elvált, vagy mert özvegyé vált gyerekét. Ez egy valódi családi helytállás, amit ez a törvény nem szabályoz. És különböztet ez a törvény nő és nő között is, az iskolai végzettség alapján, hiszen aki 5 évvel többet dolgozik, aki egyetemet végzett, és mégis 5 évvel többet kell, hogy dolgozzon, hiszen nem számítanak jogosultságot keletkeztető időszaknak az egyetemi évek. És különböztet azon az alapon is, hogy ki milyen térségben született, és így milyen lehetőséget kapott az életben a munkavállalásra. Mert a munkanélküli járulékot sem számítja bele a jogosultságot keletkeztető időszakba. Így azokat büntetjük, akik önhibájukon kívül nem tudtak dolgozni, pedig akartak volna. És még az sem igaz, hogy a járulékkal lefedett időszak számít, mert nem számít. Különböztet még azok között is, akik dolgoztak és járulékot fizettek utánuk, hiszen a szakmunkás évek sem számítanak bele, pedig ők munkát végeztek ez alatt az időszak alatt is. Ebből számunkra elég nyilvánvaló válik, hogy a Fidesz céljait nem más, mint hogy minél kevesebb jogosult legyen. Minél több maradjon a kormánynál, az ezzel az ürüggyel lenyúlt 35-40 milliárd forint összegű 0,5%-os munkavállalói járulékemelésből, mert ez nem kerül 35-40 milliárdba. Ez mindössze 7-8 milliárd forintba kerül. Figyelemmel fogjuk követni, mi lesz a sorsa a többi pénznek. És végezetül egy plasztikus példát mondanék. Egy kicsit olyan ez a törvényjavaslat, mint az Öreg halász és a tenger című Hemingway kisregényben, amikor az öreg halász kifogja a nagy halat, és mire kievez a partra, fölfalják a cápák a húsát, és csak a váza, a szálkája marad. A fideszes szakértő cápák megrendelésre addig faragták a törvényt, amíg alig maradt, aki a hasznait élvezheti. Pedig sok ember szemébe marad most így szálka, akik nem erre számítottak, akik nem váltak jogosultá, akik nem ezt várták a kormánytól. Köszönöm szépen! 2 perces hozzászólás Ékes Ilona képviselőasszony, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, szeretném én is ezt a törvényjavaslatot általános tárgyaláson kívül is elfogadásra ajánlani, mert nagyon fontosnak és jónak tartom. Ellentétben azzal, amit az előző ciklusban a szocialista kormány ajánlott a nőknek, hogy a nem létező munkahelyekre menjenek vissza, és a nem létező bölcsödékbe adják be a gyerekeiket, de a támogatási rendszerükből, legalábbis a civil támogatási rendszerükből az is kiderült, hogy nagyon fontosnak tartják a prostituáltaknak a jelenlétét a munkaerőpiacon, ugyanis 100 milliós nagyságrendben kaptak ők támogatást az elmúlt kormánytól. Azt gondolom, hogy ez is az köztünk lévő értékkülönbséget
jelenti, hogy mi szeretnénk a nőknek megköszönni a gyermek és a munkavállalásukat, a ténylegesen a munkából élőkét, nem pedig a szocialista képviselők által támogatott másfajta értékrendben kényszerült nőknek a helyzetét. Köszönöm. Két perces hozzászólás, Schneider Tamás képviselő úr, Jobbik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház. Köszönöm szépen Szűné Berton Juditnak a bejelentését. Nagyon örülünk, hogy ezzel is előbbre tudtunk jutni a törvénytervezetnek a módosításai sorába. Hasonló módosítás adott be ugyebár a Jobbik is. Ez ugyan nem pontosan szó szerint egyezik meg a mi módosításunkkal, de mindenképp örülünk, hogy ez a bejelentés megtörtént, és nagyon reméljük, hogy a kormány is támogatni fogja ezt a módosító javaslatot. Ugyancsak két perces hozzászólás, Talabér Márta képviselőasszony, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, hogy szükséges még egyszer elmondani, különösen szocialista képviselőtársainknak, hogy ez egy lehetőség, ami most megtárgyalásra kerül, kedvezmény és választható, nem kötelező igénybe venni. Ha valaki dolgozni szeretne tovább, az tovább dolgozhat, ha viszont jogosult és szeretne vele élni, akkor ezt igénybe veheti. Azt mondta az MSZP képviselője, hogy a Fidesz célja, hogy minél több maradjon, minél több pénz maradjon a kormánynál. Ha nem vették volna észre a szocialista képviselőtársaink, akkor más sem teszünk az elmúlt fél évben, mint hogy megpróbáljuk úgy rendezni az ország helyzetét, hogy eközben ne terheljük tovább az embereket, akiket önök kizsigereltek az elmúlt 8 esztendőben. Azt gondolom, hogy a mostani módosítási javaslat is egyfajta könnyebbséget jelent, körülbelül 24 ezer hölgynek 2011 évében. Szeretnék reagálni, ugyan nincs itt Ercsei Katalin, az ő hozzászólására is, aki azt mondta, hogy lebecsüljük a hölgyeket, illetve babysitterré degradáljuk azokat a nőket, akik most nyugdíjba vonulhatnak. Én azt gondolom, hogy talán az LMP-s képviselőknek ki kellene tekinteni Budapest belvárosából, és vidéki Magyarországra is tekinthetnének, mert ott azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan asszony van, aki nagymamaként úgy éli meg esetleg az unokájával eltöltött időt, hogy babysitterként tekintene önmagára. Ami pedig a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget jelenti, furcsa hallani ezt felszólalásról felszólalásra az MSZP-s és LMP-s képviselők szájából, különösen arra tekintettel, hogy sikerült eltekintenünk most már attól, hogy az óvodában kénytelenek legyenek a nemi sztereotípiáktól eltekinteni a gyermekek. Nagy Csaba képviselő úr következik. Fidesz már nem két perces, hanem normál előre bejelentett felszólalás keretében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház! Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról kapcsolatban, illetve ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy nagyon érdekes az, amit az MSZP-s képviselőtársaink itt a mai ülésnapon elmondtak évrendszerként, és az is nagyon érdekes, ahogyan bekívánják fejezni ezt a mai napi vitát, legalábbis az utolsó felszólalások alapján. Változik a nyugdíjrendszer, ugye eddig két kedvezményes lehetőség volt a nyugdíj a menetel vonatkozásában, és most egy új harmadik kedvezmény jelenik meg, ami a hölgyeket, a nőket érinti elsősorban. Önök, MSZP-s képviselőtársaim szintén belementek ugyanabba az utcába, amiben évek óta belesétálnak. Most a vitába szembeállítják a férfiakat a nőkkel, nem tudom, hogy milyen értékrend alapján, mert ilyen értékrendet, amit most előadtak, egyszerűen társadalmi szinten azt gondolom, hogy senki nem fogad el, és szembeállítják az egyetemi főiskolai végzettségű embereket azokkal, akik mondjuk szakközépiskolába vagy szakmunkásképzőbe jártak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz irány. Akkor, amikor én leültem különböző emberekkel, akik egyetemet végeztek és értelmiségiek voltak, vagy olyan emberekkel, akik mondjuk szakközépiskolát végeztek, és végigbeszéltük ezt az egész szituációt, amiben az ország van, akkor mindegyik megértette azt, hogy mi az a lépés, amit az ország kormánya meg tud tenni ebben a helyzetben. Mindenki tisztában van azzal, hogy milyen pénzügyi válságban van az ország. Nézzenek csak körül a szomszédos országokban, milyen intézkedéseket kell, hogy meghozzanak a szomszédos országok kormányai.
Ehhez képest egy új, egy harmadik kedvezményes lehetőséget biztosít